Idén a Rákoshegyi Közösségi Ház adott otthont a Rákosmente önkormányzata által alapított Rákoshegyérdíj átadó ünnepségének. Az elismerést ezúttal is egy olyan személy érdemelte ki, aki példamutatásával, maradandó alkotásaival és munkájával jelentős mértékben hozzájárult a kerületrész szellemi és anyagi gyarapodásához. 2024-ben Keszthelyi Attila, a Rákoshegyi Polgári Kör alapítója, első elnöke vehette át Horváth Tamás polgármestertől a Kis György szobrászművész által készített bronz emlékplakettet, illetve a Budai Tibor grafikus művész által megtervezett díszoklevelet. Ezt követően dr. Bényi Zsolt és Szabó Tiborné önkormányzati képviselők is átadták ajándékaikat a kitüntetetnek, majd az érdeklődők a díjazottról egy képes bejátszást tekinthettek meg. Keszthelyi Attila számára mindig is fontos volt a közösségi lét. 1994-ben az akkori helyi képviselő Tésalgó Árpád javaslata alapján hívta életre a Rákoshegyi Polgári Kört. A közösség tagjaival az évek során számos rendezvényt tartottak, emellett pedig igyekeztek az összekötő kapocs szerepét betölteni a helyhatóság és a lakosság között. A díjazott továbbá más civil szervezeteknek megalapítását is kezdeményezte. Az elismerő díjat a civil közösségek létrehozása terén végzett munkájával érdemelte ki. Köszönöm a megtisztelő Rákoshegyért díjat. Ezt a díjat azok kapják, akik Rákoshegy élhetőbbé tételeért és Rákoshegy jó hírének öregbítéséért kapják. Azok kapják, akik ezért fáradoznak. Köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam ezekért a célokért. A kitüntetett tiszteletére versek hangoztak el Mahai Gábor, Táncsics és Kazinczy díjas rádió és televíziós bemondó előadó művész tolmácsolásában, majd pedig Bokor Jutta operaénekes, Rákosmente díszpolgára adott elő az alkalomhoz illő dalokat, Mitzinger Ilona zongora művész közreműködésével. Végül az ünnepség az intézmény aulájában folytatódott, ahol dr. Bényi Zsolt önkormányzati képviselő mondott pohárköszöntőt, beszédében köszönetét fejezte ki a kitüntetetnek a Rákoshegyi Polgári Kör megalapításáért. Az esemény zárásaként Keszthelyi Attila neve is felkerült, a Kacsó Péter keramikus művész által készített Rákoshegyi díjazottak falára.